tisztelettel köszöntöm Önöket. Most egy kis ilyen formabontót, ugye részbe formabontó, hogy ilyenkor mindig bejelentik azt, hogy hát tessék a mobiltelefonokat elnémítani, jó szórakozást kívánok az elhangzottakhoz. Miközben autóztam ide, amikor elkezdek készülni, nem is készülni, mert mindarról, amiről egy adott helyzetben beszélek, legyen ez adott helyzetben mondjuk akár a féltékenység, vagy a párkapcsolat, vagy a nevelés, vagy bármi konfliktusok kezelése, bármi. Szóval az az óriási szerencsém, két óriási szerencsém van. Az egyik az, hogy mindezekkel a dolgokkal nap mint nap találkozom. Tehát benne vagyok. Tehát óhatatlanul felmerül, amikor valaki eljön hozzám, és akkor elkezd beszélni önmagáról, és hogy mit lát, hogy lát. A másik, még nagyobb előnyöm, hogy mindazt, amiről én önöknek beszélek, és ezúton is tisztelettel köszönöm, hogy eljöttek ma este, és végighallgatnak. Mondjuk az is biztos, hogy amit sokszor elmondtam, hogy valószínűleg nagyon sokan az égvilágon semmit nem fognak mindezzel kezdeni. Meghallgatnak, azt is elmondtam, mert beszélnek egymással, hazaballagnak, másnap reggel már annyira nem emlékeznek mindenre, majd tovább rutin hátán, és elfelejtődnek dolgok. Szóval rengetegen vannak ilyenek is. A másik, hogy mint mondtam, hogy ennek az összes lépcsőjét, mozzanatát átéltem. Tehát van egy jelentős saját élmény mindenben. És most a féltékenység került napvilágra, és a kettő, egy pár dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. Egyrészt, hogy amit tapasztalok, ma volt nálam, tapasztaltam egyiket egy gyógyszerlátogató volt nálam ma, és megkérdezte, hogy mit fogok ma délután csinálni, és akkor mondtam, hogy jövök ide, beszélgetek a féltékenységről. És akkor elkezdtünk beszélgetni a féltékenységről, és azt mondta, hogy de hát, hogyha van egészséges féltékenység, az szükséges egy párkapcsolatban. És akkor gondolkodtam, hogy oké, hogy használják, rengetegen használja azt, hogy egészséges féltékenység. De hol a határ? Mikortól egészséges? Mikortól egészségtelen? Ezt nem tudta megmagyarázni nekem, de azt mondta, hogy hát az egészséges féltékenységre szükség van. Mondtam, én nem értek vele egyet, mert hogyha a féltékenység szót majd egy kicsit később elkezdünk belegondolni, nagyon érdekes következtetésekre jutottam. Másik. Általában, amikor befejezem a munkámat, együtt dolgozok már 10 éve egy rendelőintézetben egy nővérrel, és akkor egy ilyen 50 éves körül nővérrel Pest felé megyek, és akkor mindig hazaviszem. És akkor útközben beszélgettünk arról, hogy szintén, hogy féltékenység, és mondtam neki, hogy egyszer valahol olvastam, hogy a féltékenység az a zöld szemű ördög. Azt mondja, tényleg? Azt mondja, még soha nem hallottam ezt a kifejezést, hogy a zöld szemű ördög. És képzeljék el, hogy az ördög zöld szemekkel valakinek a szemébe ott van. Rengetegszer voltam féltékeny, és igazából nem tudtam pontosan annak idején, amikor belemásztam párkapcsolatokba, hogy ez mit jelent. Azonban emlékszem egy pár ilyen élményemre, ahol meg kell, hogy mondjam, így visszagondolva, lútbőrzik a hátam, hogy miket tettem meg. A másikkal szemben, önmagammal szemben.
mint hogyha egy vörös köd öntötte volna el az agyamat. Izzott itt benn. Így. Úgy járkáltam, mint a dúvad. Persze egy adott idő után, mert vannak fokozatok. Amikor összeismerkedik az ember valakivel, adja a szépet, mutatja a legjobb arcát. Apropó. Egy adott helyzetben miért kell nekem a legjobb arcomat mutatnom? Miért nem a valódi arcomat mutatom? A legjobb arcommal én rendelkezem valójában? Vagy rendelkezem vele stabilan? Mert hogyha nagyon nagy energiát beleteszek egy folyamat megmutatásába, annak az intenzitása rövid ideig tart. Ezért született meg az, hogy együtt lakva ismeri meg egymást az ember. Valójában. Tudják, ez az együtt lakva ismeri meg egymást az ember, arra jöttem rá, hogy ez a mondat azért született a köznyelvbe, hogy ez szükséges ahhoz, hogy átlássunk egymás állarcain. Tehát játszom, másik is játszik, egy-két órára. Erősnek, dominánsnak, határozottnak, stabilnak, szépnek mutatom magam, addig kibírom. A másik is ugyanezt csinálja. És akkor szépek vagyunk, ügyesek vagyunk, stb. Tehát játszunk. Majd, amikor elkezdünk összemelegedni, valaki ott alszik valakinél, és akkor rögtön együtt lakva ismeri meg egymást az ember. Önök ott miért állnak, miért nem ülnek le? Tessék, nyugodtan. Nincs hely. Itt elő van 4, 6. Tessék nyugodtan, hogyha ott kényelmes, de ott is lehet, de itt is lehet. Két szék. A féltékenység helyett mennyire más az a szó, hogy féltés. Féltelek téged. Féltékenység, nézzük az alapfelállást. Tehát, hogyha így összefoglalunk dolgokat és folyamatokat, és hogyha folyamatosan én fogok beszélni, nem lehetséges, hogy teljesen úgy döntök most. Hogyha megpróbálok egy definíciót alkotni, a féltékenység általában az az állapot, amikor valójában én kit féltek? Nézzük csak ezeket a különböző mondatokat. Meddig marad velem? Biztos, hogy elég jó vagyok neki? Biztos, hogy igaz, amit mond? Biztos, hogy annyira szeret, amennyire mondja? És hogyha tovább megyünk ezeken a kijelentéseken és kérdéseken, nem tudom, hogy mennyire vették azt észre, hogy először is benne vagyok én dominánsan ezekben a kérdésekben. Nem a másik. Tehát a féltékenység mögött egyrészt van egy kisajátítás, amiben egyáltalán nem szerepel a másik. Mert nem azt szeretném, hogy kettőnknek legyen jó, hanem hogy nekem. Féltékenység az azt jelenti, hogy az illető ember annyira fél, hogy megmutatkozzon, hogy milyen ő valójában, olyan, amilyen, kiderüljönek a valódi arcai,
és elkezd gőzerővel támaszkodni a másikra. Mi lesz vele, ha ő elhagy? Meddig lesz velem? Féltékenység mögött általában azt mondják az emberek, hogy önbizalom hiány van. Az önbizalom hiány az alapja a féltékenységnek. Hol voltál? Biztos azzal voltál? Mikor jössz haza? Biztos, hogy azzal találkozol? Kinek telefonál? Biztos most az utóbbi időben, igaz, hogy sokat dolgozik, de valami miatt már a szexualitás csökken, mert biztos van valakie. És így tovább. A féltékenység valójában, hogyha összefoglalva, én úgy gondolom, hogy egy elég masszív önzésből fakad, ahol a cél az, hogy én ússzak meg bizonyos dolgokat, amely jel a másik rendelkezik. Egészséges féltékenység? Nem hiszek benne, urak, hölgyek. Mert amikor belegondolok arra, hogy a féltés, amelynek következtében úgy búcsúzok el a szerelmemtől, hogy vigyázz magadra, ez féltés. Amelynek során tiszteletbe tartom őt, hogy hova megy, merre megy. Ha ő elmondja, oké, nem mondja el, nem mondja el. De megvan a bizalom. Féltékenység mögött, amikor valaki erőszakosan próbálja kiverni a másikból, hogy te biztosan szeretsz engem. Erőszakos szeretet van, amit legelső sorban önmagam felé alkalmazok. Nem az a lényeg, hogy a másik mit mond, hanem az a lényeg, hogy én érezzem magam szeretve. És ez, urak, hölgyek, elég komoly nagy veszély. Képzeljék el, hogyha én rájövök arra, hogy ő erősnek mutatja magát, és együtt lakom vele, bele szerelmesedek abba a képbe, amit ő mutat. Persze vannak az alvariációk. Az alvariáció egyik az, alapjában legyen egy érzelmi szempontból egy olyan ember, aki nem bízik magában. Tehát az egyik az, hogy olyan szinten vágyakozok arra, hogy szeretve legyek, hogy olyan jó, szerelmesek általában, hogy a szerelem mögött mi van, amikor valaki azt mondja, hogy szerelmes vagyok. Tehát az egyik variáció az általában az, hogy szerelmes vagyok az érzésbe, ami nekem fontos. A másik, hogy szerelmes vagyok egy illúzióba, amit elképzelek a másikról, amivel ő nem rendelkezik. Harmadik, szerelmes vagyok valójában magamba, abban nagyon. Hát ez a csúcs egoizmus. És teljesen mindegy, hogy ilyenkor ki van mellettem, de valaki, hát mint ahogy ma is volt nálam egy hölgy, hogy megkérdeztem, hogy mondta, hogy szerelmes a pasiába, meg féltékeny is a pasira, de kezet fogott velem, és ez a megfogom valakinek a kezét, vagy megfogják a kezét, és szinte nem is fogtak meg semmit se. Ugye, amikor valaki úgy beteszi. Semmi erő. De sem, most nem izzadt, meg semmi, csak így van. És akkor persze ez a görnyen testtartás, plusz még valamilyen segítői szakmát tanul.
most vagy pszichológus, vagy valami ilyesmi volt. És akkor azt mondja, hogy hát ő szerelmes, és a pasi az nagyon határozottnak látszik, és akkor elkezdte elmondani azt, hogy támaszkodik a másikra, hogy féltékenykedik, hogy számon kéri, hogy. És akkor úgy felvetettem, hogy kedves kisasszony, hogyha mindezt ön teszi, akkor a partner hogy tud önre felnézni és tisztelni önben az erőt? Hát azt mondja, hát mondom, ön mit is jelképez a másik számára akkor? Hát valakit mutogatni kell. Valakivel virít. Az önbizalom hiány az, meg kell mondjam, súlyos ügy. Arról nem is beszélve, hogyha egy picit visszatekeredünk arra, hogy tegyük fel, hogy bizonyos folyamatokat, érzéseket, érzéscsomagokat nem kaptam meg a szüleimtől, az anyámtól vagy az apámtól, és ezt nagyon sokszor pont a partnerekbe fogom keresni. Az apámtól nem kaptam meg valamit, akkor azokat a dolgokat az utamba kerülő állítólagos férfiakba keresem. Ezt tudták? Nem? De tényleg így van. Vagy fordítva, hogy az anyámtól nem, ha mindkettőtől nem kaptam meg, hát akkor nagy bajba vagyok, mert egyszer keresem a pasikban azt, amit nem kaptam meg, máskor meg észreveszem azt, hogy valakinek ugyanazt adom. És akkor a két ilyen bizonytalan van egymás mellett. Zöldszemű ördög. Következtében az, hogy nekem bármi áron legyen jó, elkezdek nyomozni utána. Megnézem a telefonját, az SMS-eit, a persze különböző kérdések sorozata, most már a mai világban magánnyomozó, fotók, megkérdezem a haveromat, hogy te nem ballagnál arra, mert azt mondta, hogy ott van a barátnőjével, nézd már meg. Akkor a hölgyek esetleg mondja azt, hogy teljesen gyanútlanul, te keresett a Simon Gyuri, nem ismerem. És a kapasi, Simon Gyuri, hát igen, épp az aktuális szeretőmet írtam be a Simon Gyuri alá. Ezt remélem, kedves hölgyek, ismerik ezt a technikát. Nem ismerik? Pasik ezt előszeretettel használják, hogy amikor az aktuális hölgynek férfi nevet adják, sőt, felcímkézik ilyen doktorral, mert képzeljék el, hogy doktor XY keresett, a csajok megrettennek, eleve benne van egy ilyen autoritás tisztelet, és nem mertem felvenni, mert pasi meg szívéről nagy kő esik le. Nem ismer? És akkor képzeljék el, hogy 3-400 vagy 500 névből hányat kell átnézni, hogy arra még sajnos sokszor nincs elég idő. De a pasi csak egy pillanatra hagyta ott a telefonját. Hát akkor persze lekövetni egymás jelszavát, belépni az e-mail fiókokba, amikor a másik azt hitte, hogy nem látom, de én véletlenül megjegyeztem, mert pont a haverjának mondta. Tehát kezdődik az egymás dolgaiban való vájkálás. Ez a hölgy azt mondta, ez az gyógyszerlátogató, hogy egészséges féltékenység, és mondom, oké, hogy egészséges féltékenység,
De mennyire van meg ilyenkor két ember között a bizalom? Majd utána megkérdezte tőlem azt, hogy ez úgy elment a... Nagyon érdekes látni azt, hogy felteszek egy adott kérdést, és amikor az betalál, hogy az emberek mennyire hajlamosak elsiklani a kérdés mellett, mint hogyha fel sem lett volna téve. És ugyanezt csináltam, mert rögtön folytatta, egy saját életéből merített azonnal, azt mondta, hogy egészséges féltékenység, majd megkérdeztem bizalom, mintha meg se hallotta volna, utána azt mondta, hogy lehet-e ilyenkor egy kapcsolatot helyre tenni ezek után. Mondtam, nem. Azt mondja, miért nem? Azért, mert mondtam így röviden, mert siettem, ez gyógyszerlátogatók, ez egy fránya népség, mert először is, nem tudom, aki nem ismeri, hogy miből áll a dolguk. A dolguk általában az, hogy nagyon sokszor a klinikumban dolgozó orvosokat zaklassák. Mert általában vannak bizonyos gyógyszer molekulacsoportok, és akkor a különböző gyógyszergyár különböző elnevezéssel próbálja szétszórni a termékeit. És ilyenkor, anélkül nagyon sokszor, hogy az orvos tudna róla, aki előtt ott tornyosul a sok karton, mert X beteggel kell, hogy foglalkozzon, és akkor bejönnek és ugyanazt elmondják, amit már az illető orvos számtalanszor hallott, de borzasztó sokszor. És ennek következtében meg az orvostól veszik el az időt, amit meg emberekre fordíthat, és ilyenkor az orvosok döntő részei iszonyú frusztrált lesz, és szóval valami újat, hogyha eljön, akkor már mondjon valami újat, hogy miért jöttem. És akkor azt válaszoltam a hölgynek, hogy azért nem lehet ilyenkor a kapcsolatot már helyre rakni, mert az egykor kialakult spontán bizalom szűnik meg. Azt mondja, ez micsoda? A spontán bizalom. Elmondom majd, hogyha jön legközelebb, akkor elmondom. Hát tudják, hogyha már ő is erőszakoskodik velem, mármint ő erőszakoskodik velem, hogy elmondja azt, amit én már tudok, hát kicsit vissza. Spontán bizalom. A spontán bizalom valójában a kiegyensúlyozott párkapcsolat kockaköveinek az építő cementje. És ez nem szintisztán csak bizalom, hanem a spontán bizalom akkor teremtődik meg, amikor két ember úgy találkozik, hogy még soha nem látta egymást, ismeretlenül, rácsodálkoznak egymásra, mind a kettő el van ájulva a másiktól, tehát úgymond szerelem, és a maximális bizalom. De ennél magasabb szintű bizalom nincs. Mennek, zajlanak az adott folyamatok, és ez elveszítődik, mert jön a gyanakvás. A bizalmatlanság. A hazugságok, majd lebukom, majd bocsánatot kérek, majd megcsalom, majd csak úgy teszek, mintha megcsalnám, hogy a másik féltékeny legyen rám. Tudja, nem ismerik ezt a technikát? Hogy egyesek kifejezetten kacéran úgy viselkednek, hogy meggyőződjenek arról, hogy a másik tényleg szereti őket. Satöbbi, zajlanak a kisded játékok, mert ezek kisded játékok valójában, és belegondolok, hogy meg tudok én a másikban bízni, ugyanúgy, mint egykor. Azt mondom, hogy nem. Majd úgy teszek, mintha megbíznek. Féltékenység következtében
jelentkeznek a játszmák. Ez törvényszerű. Játszmák meg kell, hogy mondjam, visszaemlékezve azokra a dolgokra, amikor arra gondoltam, hogy hol van, kivel van, mit csinál, miért ezt teszi, miért nem becsül meg, iszonyú sok energiát vittek el tőlem. Nagyon sokat. Amit használhattam volna másra. Rengetegszer észrevettem azt, emlékszem, hogy volt egy ilyen vizsgaidőszak, amikor tanultam, több órán ültem a könyv fölött, és egy-két óra után jöttem rá, hogy semmi nem maradt meg az agyamba, mert folyamatosan úgymond kattogott az agyam. Az előbb mondtam azt, hogy miért nem tisztel engem. Felmerül kérdésként. Hát azért nem tisztel engem, mert én sem tisztelem saját magam. Tiszteletet csak az kap, aki önmagának ad. Ez is egy törvény. Ha én nem tudok magamra felnézni az életem egy adott területén, az érzéseim megélése területén, az érzéseim kimondása területén, hiába mutatom magam erősnek. Valójában nagyon érdekes, indul egy negatív hullám, érzéscsomag. És képzeljék el, ez egy adott kondicionálással, ez látható és érezhető. A bizonytalanság, a belső bizonytalanság, akármilyen határozott és erős valaki, mindig bebuknak az emberek. És nagyon egyszerű egy határozott embert megméretetni, hogy ő tényleg rendelkezik-e azzal a kapacitással, vagy azzal az erővel, amit ő mutat. Tehát ilyenkor az emberek elkezdenek beszélni önmagukról, a munkájukról, a napi teendőkről, és akkor humor, stb., és akkor színesnek látszik. De nagyon jó lenne valamilyen mondattal vagy eszköztárral felmérni a másikat, hogy ő tényleg rendelkezik-e azzal az erővel, amit mutat, vagy nem rendelkezik. Mert gondoljanak bele, ha én meg tudnám látni, hogy a másik tényleg olyan, amilyennek mutatja, akkor nekem nem kell az együtt lakva kategóriát használnom. És milyen sok energiától tudnám magamat megspórolni? Negatív energiától. És nagyon egyszerű, nem felmérhetik. A pasiknál. Nézzük a pasik. Váratlanul tekernek egyet. Ez már az első, második, akár randevúnál is ezt fel lehet mérni. Tekernek egyet tudatosan a beszélgetés menetén, és rátérnek olyan témákra, ahol feltételezik azt, hogy az illető pasinak az a csomag fájt, és egyszerűen kíváncsiak arra, hogy ő erről tud-e beszélni. Például. Te Peti, téged már megcsaltak valaha? Hülyének nézett téged egy csaj? Olyankor hogy érezted magad? Na, ez a felvetés. És ennek következtében, hogy a pasi milyen gyorsan reagál. Ha gyorsan, oldottan reagál, nem jön zavarba, nem, hogy jön ez most ide? Hát egyszerűen úgy jön ide, hogy na és ilyenkor, hogyha egyszer elkezdenek őszintén kommunikálni, akkor ami a csövön kifér. És ez így néz ki. Tudod, nagyon sokszor ráfáztam az olyan pasikkal, nem akarlak megbántani, de kinek nem ingez, nem veszi magára, akik erősnek mutatják magukat, de valójában pipodják. Szándékosan, hogyha használnak ilyen szavakat,
ez kifejezetten piszkálja a pasi hiúságát. Valójában azt nézik, hogy a pasi milyen gyorsan reagál a kritikákra. Még nem éltek vele egy szemelnyit sem. De azonnal fel tudják mérni, hogy a pasi belülről milyen, milyen gyors. Váratlanul kérdeznek, direktet. Mennyire rendelkezik az önbizalommal, amit ő mutat? Mert nézzünk két választ. Nézzünk annál, aki nem bízik magába, aki bízik magába. Aki nem bízik magába, az általában itt agyalós. Tehát ez fel van fejlesztve legtöbbször. Tehát annak az emberek döntő többsége nincs hiány, folyékonyan jól tudnak dumálni, ilyen megállás nélkül, és akkor az ember azt gondolja, hú, ez egy milyen belevaló jó pasi. Ne tévessze önöket, meg a jó dumálóka, meg a ragyogó humor. Tényleg így van. Mert én sokszor ilyenkor, ilyen pasiknál, nekem, vagy hölgyeknél, nekem ténylegesen fel kell kössem a gatyát, hogy rájöjjek arra, hogy ők csak erősnek mutatják magukat, de valamilyen szempontból nem azok. Hol van a blokk? Ezt most már én tudom ilyen-olyan jelekből, meg annak ellenére, hogyha eljönnek emberek hozzám, akkor azért jönnek, hogy változtassanak, annak ellenére, hogy döntő része fél. Néha van kényszer által benyomott ember, de az egy külön sztori. Arra is könnyen rá lehet jönni, hogy csináljon a párommal doktor úr valamit, mert hogy olyan féltékeny. Emlékszem egy ilyen jelenetre, és ültem, mert olyan féltékeny. És én meg tudtam azt, hogy a pasi az határozott, jó kiállású, hát ott ült a felesége is. Hát egyértelmű, hogy ilyenkor hat szem közti beszélgetés folyik. Féltékenység volt a téma. Hányszor csalta meg a feleségét? Így előtte. Ott ült a Azt mondja, nem csaltam meg. Mondom, kedves asszonyom, hogyha valakit megkérdeznek direkt kérdéssel, és az illető ember meginog, ez önnek mit jelent? Pasi feje vörösödik, a csaj feje vörösödik, rögtön kialakult a krízis. És akkor innen, tudják, és akkor meg lehet kérdezni azt, miért vörösödik? Miért jött zavarba? Hát én nem csaltam meg, mondom, fejben, mikor? Hát, az doktor urát hogy várja el, hogy a férfi ember ne nézzen másokra? De nem nézni igazából, hanem itt jön a következő villámgyors csavar, mondjon egy pár olyan dolgot, ami miatt ön nem tud felnézni a feleségére. Az önbizalom hiány következtében, mint mondtam, megszűnik a kölcsönös tisztelet. És hogyha megszűnik a kölcsönös tisztelet, mert kiderül együtt lak, hogy a másik az valójában bizonytalan, és csak erősnek mutatja magát, és kisajátít, és önző, és szívja az energiámat, akkor én nem tudok rá felnézni, és elkezdek gondolkodni, hogy hova tűnt az a lány, vagy hova tűnt az a pasi, akiben én szerelmes lettem. Hova tűnt? Hát urak, hölgyek, soha nem is volt ott. Nem tűnt el. Tudják, mint a velencei karnevál, volt egy maszk, ami ilyen gyönyörű, ismerik azokat a maszkokat, hogy így mind a legyezőket így az ember tartja a kézben, nem kell feltenni, és ilyen szép tollak vannak rajta, ilyen fekete tollak, és lehetetlen megismerni, hogy ki van mögötte. És ez eltűnt. És megmutatkozott, hogy a másik valójában milyen. Tehát
kiderült az, hogy önmagam szemébe hintettem port. És vágyakozom arra, hogy majd megváltozik. Majd jön ugyanaz a lány. Vagy ugyanaz a pasi. Nem jön. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik már az első randevú alatt nem mutatják meg, hogy a másiknak, hogy milyen, azok ráfáznak mindig. Egyrészt jön az a, nagyon sok ember ezt nem hiszi el, én az ellenkezőjét tapasztalom. Most már egy, hát az utolsó partner kapcsolatomnál, amikor megláttam az a, találkoztam vele, és akkor akkoriban én fontos döntéseket hoztam meg, és fontos dolgokat raktam helyre magamba, befejeztem a hazugságaimat az akkori párkapcsolataimba, és egyedül voltam borzasztóan jól érezve magam. És akkor megláttam egy hölgyet, és rátelefonáltam, mondtam, ne arra ugyan kisasszony, de ez a kisasszony ez nagyon jó volt. Azért volt jó, mert utána még fél évig magázottunk, annak ellenére, hogy olyan másfél hónap után összeköltöztünk, és végig magázottunk, és nagyon szép volt, nekem nagyon tetszett. Tudják, ez nem volt hülyeség régen, bizonyos szempontból ez a magázódás. Valahogy ezzel az emberek ilyen keretet adtak maguk köré. Mondjuk persze ennek van, amikor elfajul a dolog, és utána ágyban is ugyanígy magázódva kérdeznek egymástól dolgokat. Nem tetszik-e megtenni? Szóval olyan furcsán hangzana. És de én tudom magamról azt, hogy amikor akkor feltettem a kérdést, hogy találkozunk-e, majd emlékszem arra az érzésre is, amikor megtudtam, hogy éppen szakító félben van valakivel, és abban a pillanatban elmondtam azt, hogy én nem akarok belebonyolódni egészen odáig, amíg ő le nem rendezi mindezt. És jól döntöttem. Harmadik keréknek lenni katasztrofális következményekkel bír. Mindig. Harmadik keréknek lenni, vagy azt csinálni, ez általában, mivel önbizalom hiányom van, a hölgyek nem tudják, hogy mitől azok, pasik nem tudják, hogy mitől azok, erősnek mutatják magukat, miközben a szívük hangját, megélését elfojtják. Tehát nem mernek erről beszélni, nem merik megélni, nem mernek kötődni. Ennek következtében bizonytalanok, ha én nem merek kötődni, nem merem megélni az érzéseimet, amelyek ott tombolnak bennem a pozitív és negatív egyaránt, a pozitív és negatívnak az ellenkező előjele szét fog hasítani, tehát egyértelmű bizonytalanná fog tenni idő kérdése, annak függvénye, hogy mennyi a tűrőképességem. Egy 52 éves hölgy jött el, és ma délután is elmondta azt, hogy elolvastam, meghallgattam önt egyszer-kétszer, megpróbáltam a másikkal beszélgetni, akiről rájöttem, hogy valójában támaszkodik rám, és a féltékenységével kisajátított. Én meg voltam olyan hülye, hogy hagytam magamat, és rájöttem arra, hogy a férjem az, lehet, hogy a férjem, de nem a valódi férfi az életemben, és fél évnyi türelmes várakozás után, miután úgy érzem, hogy nagyon sok mindent megtettem, beadtam a vállókeresetet, jövő héten lesz a tárgyalás. És
miért kellett nekem ilyen sokat várnom? Miért? Mit ezzel az idővel, hogy elmúlott X idő, és hagytam, hogy féltékenykedjenek? Lehetett volna másképp is. Mondom, nem. Nem lehetett másként, mivel adott helyzetben ez mindig egy tanulópénz. Ez egy figyelemfelhívás. A féltékenység az valójában egy tünet, egy komoly tünet arra, hogy bennem érzelmi szempontból valami gáz van. Nem a másikkal van baj igazából, hanem velem. Mert én vagyok bizonytalan. Mert én nem tudok magamra felnézni. Mert én nem tudom magamat tisztelni. Mert én nem mondtam ki önmagamról fontos dolgokat, stb. Traumákat, érzéseket, stb. És hiába vagyok itt stabil, ha hazamegyek, és itt meg nem vagyok az. Féltékenység igazából soha nem a másikról beszél, hanem mindig az illető emberről, önmagáról. És ezt nagyon nehéz ám beismerni. Mert hogyha ez hozzákapcsolódik egy olyan jellemvonásom, hogy félek felelősséget vállalni, hogy valójában én vagyok a felelős, és a másik a hibás azért, akkor ezáltal rögtön felmentem magam a hibáim alól. Én mindent megteszek. Nem értem, hogy miért csalt meg. Vagy miért féltékenykedik. Azért féltékenykedik, mert nem hisz önmagában, és kedves uram, ön ebből a szempontból rossz lóra tett, mert a kezdettől kezdve érezte, hogy az illető hölgy sokkal gyengébb, mint ön, de mivel ez egy szép testben lakozott, ez imponált a hiúságának, tehát feleségül vette a pótlányát. Miért csodálkozik ön, uram, ha a pótlánya elmegy pasizni? Nem ez az apák sorsa? Például. Valójában ez. Szóval, állarcokkal adott helyzetben, főként párkapcsolat, első párkapcsolat kialakulása során, első randevú során irgalmatlan nagy kockázatot vállalnak, akik adott helyzetben nem mutatják meg a valódi arcukat. Mert ez ki fog derülni, időkérdése csak. Na és akkor mit csinálni? Hát akkor már baj van, mert az erősről kiderül, hogy bizonytalan. Majd a bizonytalanról kiderül, hogy a bizonytalan mellett épp olyan bizonytalan van. Érdekes látnom azt, tudják nagyon sokszor, hogy akik rengeteg pár jön el hozzám is, de így, mivel járok országszerte sokszor, ezért gyönyörűen lehet látni azokat a párokat, akik támaszkodnak egymásra. Ülve. Ez úgy néz ki, hogy az egyik sokkal erősebben szorongatja a másik kezét. Miért? Minek? És akkor ebből tudják, mert azt lehet látni előről, hogy kiszorítja a másikat, hogy ki a domináns, és ki az alárendelt. De az is megfontolandó, hogy az alárendelt sokszor a domináns, mert a domináns nem veszi észre, hogy az alárendelt manipulálja őt. Ezt a csavart is be kell raknián. Ezért sokszor a szegény, elesett, akit mindenki sajnál, valójában ő a csúcs manipulátor. Tudják a mamák, akik agyon dolgozzák magukat, körbe röpködik az egész családot,
hol ez fáj, hol az fáj, hol amaz fáj, és szegény anyu milyen sokat dolgozik, és az apu milyen szemét vele, stb. Hát az anyu mozgat mindenkit maga körül, ahogy neki tetszik. Nézzük tovább. Oké, hogy bizonytalan vagyok, és ezáltal öntudatlanul is, hogyha racionális jeleket is mutatok, az, hogy én féltékeny vagyok. Az egyik racionális jel ez az okoskodás. Ha egy pasi elkezd valamit túlságosan magyarázni, ami közérthető, miért teszi? Miért kell túlspirezni egy nyilvánvaló fogalmat? Vagy egy nyilvánvaló állapotot? Ott gáz van. Ha valaki kifejezetten sokkal imponzásabbnak, például sokat beszél az üzletről, tehát fontos neki a hatalom, fontos neki a pénz, és ezáltal kisajátít. Tehát a kisajátítás korrelál, szinte egyenértékű a féltékenység megjelenésével. A hölgyeknél, amikor van egy pici türelmetlenség, amikor második alkalommal már nem kapják azt, hogy a lábaid elé borulok szívem, és abban a harmadik alkalommal nem hangzott el 50 000-szer, hogy így szeretlek, ütyürű, pütyürű, mütyürű. És megsértődnek. Ha valaki ezt nem mondja, nem dicséri őket azonnal. És akkor rögtön jön a kontrajátszma a bizonytalanból, te nem is figyelsz rá. Te észre se veszed, hogy fodrásznál voltam. Tudják, a pasinak még ideje se van, hogy letegye a táskáját, és szusszanjon egyet az űrös nap után, miután majdnem előről hátulról belementek, zsarú leállítottam, meg sincs kérdezve, hogy te, mi történt veled? Rögtön. Nevetünk rajtuk, de és ilyeneken, azonban a játszmákkal, aki ezt a kommunikációt, mert ez egy kommunikáció valójában, amelynek következtében elindul egy kompenzáció, egy pótlás. A pótlás meg a játszmák során mindig arról szól, hogy én megbizonyosodjak arról, vagy hogy én kicsikarjak egy adott energia többletet, mint ami nekem jár. Sokkal gyorsabban kapjam meg. És ez fárasztó. Főként a másik részről, aki úgymond elszenvedi, azért szenvedi el, persze, mert hagyja magát. De azt nem veszi észre. Mert te észre sem veszed azt, hogy én hol voltam, hogy nézek ki. A pasi, ha nem figyel erre, hogy mit fog mondani, abban a pillanatban a hölgy megette őt. És az így néz ki, hát dehogy nem figyelek rá, szívem. Hát nem látod. Hát a csaj meg miközben belülről vigyorog. Megetted, kisapám. Jól van, megkaptam. Jól van, na, hát megbocsájtok. Tudják, hihetetlen, hogy a bizonyos pasikat, akik az életük ezen területén nincsenek fejlesztve, vagy nem fejlesztik önmagukat, milyen lazán lehet a teremtés koronáit manipulálni. Hihetetlen. Észrevettek már, kedves urak? És remélem, ki is mondják. És remélem, ennek következtében, hogyha ki is mondanak valamit, remélem, hogy be is tartják. Sajnos nem. Ki sem mondják, be sem tartják. És éppen ezért azt veszik észre, hogy valaki dominánsan ott magasodik maguk mellett.
Na, ez gond. Ez az egyik nem csak, hogy önbizalom hiányt jelent az önök részéről, hanem azt is jelenti, hogy nem oldották meg az édesanyjukat, aki nem rakták a megfelelő helyre, nem szakadtak el tőle, és ilyenkor, anélkül, hogy észrevették volna, hagyták, hogy a hölgy az sokkal erősebb legyen önöknél. Majd erősebb legyen, valójában csak erősnek látszik. Ezért önök kisfiúnak fogják magukat érezni, azonban félnek kimondani azt, hogy érzelmi szempontból nekem valójában nincs önbizalmam, mert nem merem kimondani adott helyzetben azt, amit kéne, ezért hagyom magam kihasználni, éppen ezért azt hiszem, hogy attól vagyok pasi, hogy elmegyek egy másik hölgyhöz, vagy úgy teszek, kések, csúsztatok, stb. És a másik, és itt jön az, hogy a féltékenység és a megcsalás az két embernek a játéka. Soha nem egyé. Mert a vásárhoz kettő ember kell. Legtöbbször az van, hogy a bizonyos fogalmak, amelyek nagyon fontosak a különböző konfliktus kezelésekben, nincsenek kristálytisztán megmagyarázva. Például. Az emberek nem tudják azt, hogy a féltékenység az mindig az illető ember önmagáról szól, hogy jelenti az illető ember egoizmusát, kisajátítását, manipulálását, játszmák felállását, bizonytalanságát nőként, bizonytalanságát pasiként, aki mindent elkövet, hogy a partner ne tudjon rá presztízs emberként felnézni. És hogyha én nem tudok rá presztízs emberként felnézni, és ő nem tud rám felnézni, a szerelem megszűnik. A spontán bizalom megszűnik. Jön a mesterkélt bizalom. Görcsölés. Kész. Kapcsolatnak vége. Hát... És még egy dolog, a féltékeny ember még egy dolgot, nem csak ugye a felelősséget hárítja magáról, hogy ezért ő hibás, hanem még egy dolgot nem néz meg. Ő addig a innen és innen közvetített finom apró jeleket megfelelően értékelte-e, hogy ez nem lesz jó, és ő ezzel hogyan gazdálkodott. Valójában megtette mindent, hogy megszerezzen egy adott állapotot, ami hiányzik neki. Nem tette meg. Mert azt hitte, hogy a másik a hibás. Mert ez olyan könnyű volt mondani, hogy a szemétpasik, a büdös kurvák. Adott populáció más szavakat használ. Egy ilyen adott populációnál nagyon ritkán fogják azt hallani, hogy mondjuk pasiknál, hát tudod, Petikém, hogyha jobban belegondolok, számtalan sok jelzést, hát ilyet nem fognak hallani, számtalan sok jelzést kaptam a másiktól, hogy ne sajátítsam ki, hogy bízzak meg benne, hogy nem ver át, hogy hűséges hozzám, én meg nem hittem el. És feszítettem, és erőszakoskodtam, és zsaroltam, és tudod, belegondolva, így én önmagamat már sokkal régebben kirúgtam volna. És igaza volt. Nagyon fáj, mert jó, nagyon jó lehetett volna, azonban ezt én szúrtam el. Ezt nem fogják hallani. A büdös kurva, míg aki azt hiszi, hogy nem élt át, az röhög a másik, amiközben az ő fején is már ott van a szar. Csak még nem tud róla. De úgy viselkedik, mintha. És itt tovább.
A csajok meg persze sírnak, zokognak, vigasztalják egymást. Jaj, de jó, hogy magukba gondol, jaj, hogy a Peti az nem csinál ilyet. Hát, azt se tudja még. Hát egyszerűen azért, mert tegyük fel. Van egy másik eléggé komoly összefüggés. Tegyük fel, hogy van egy hölgy, akinek önbizalom hiánya van. Hogyha tovább visszük ezt, hogy madarat tolláról ember barátjáról, akkor az önbizalom hiányos ember barátnői milyenek lehetnek? Hát épp olyan bizonytalanok, mint ő. Hát madarat tolláról ember barátjáról, mondja a szólásmondás. A hasonló vonzás törvénye az azt jelenti, hogy olyan emberek keverednek körém, amilyen én vagyok. Ha én arcoskodom, hát arcoskodókkal leszek körülvéve. Ha nem látják ezt, amikor jönnek akár a kopaszok, vagy a csicsacsajok, mindegyik pepitába ugyanolyan. Téma borzasztó felszínes. Hol voltál, mivel voltál, kivel voltál, hogyan voltál, mit vettél, mit nem vettél, mit láttál, mit nem láttál, körülbelül. Nézzük az ilyen bölcsész csajokat. Bölcsész csajok az általában alternatív ruhák, stb. Ilyen laza vagyok, szakadt vagyok, vamcsaj vagyok, ügyes vagyok. Na és akkor ilyen így nyomják ezt a dumát, miközben belülről borzasztó bizonytalanok. Az is, a csicsacsaj is bizonytalan, a másik csaj is bizonytalan. Hát ezeket a bölcsész csajokat, vagy bocsánat, a tisztelet a kivételnek, de hogyha egy picit elkezdenek velük beszélgetni, hogy az érzések megélése és az átélt frusztrációk, és hányszor hagyták magukat kihasználni, és ezt hogyan tették helyre, és mire, hát egyszerűen olyan szintű intellektualizálás indul be így, tehát így hátulról, én nem. Én mindent megtettem, és mondom, hogy én nem voltam féltékeny. Tud főzni, kis az? Nem. Mondom, ismeri, hogy esetleg a pasiknál akár a főzés az fontos. Hát nem, hagyjam már, doktor úr, akármi. Szóval, a féltékenység, hogyha belegondolva, borzasztó negatív töltet. Igaz az a szólásmondás, hogy a zöld szemű ördög kivetközteti az embert önmagából. Olyan dolgokra ragadtatja, csak azért, hogy neki jó legyen, hogy ő szerezze meg ezt a hasznot. És abban a pillanatban a partner eltűnik partnernek lenni. És megjelenik a vagyontárgy. Mert a féltékeny ember a vagyontárgyával büszkélkedni akar, hogy ez neki jár. Nincs tisztelve a személy, nincs tisztelve az ember, nincs tisztelve a partner. Csak hogy neki legyen, akármilyen gyorsan, most. Ő legyen kielégülve. Ő legyen valójában biztonságban. A másik sehol sincs. Sehol. Tehát féltékenységet az valójában az egoizmus egyik formájának gondolom, az önzés egyik formájának. Amivel kisajátítok. És valójában nem szeretek. És ilyenkor szerelem nincs. Nincs. Csak birtoklás. Persze játsz meg sorozatában, és lehet így persze hosszú éveket így egymás mellett eltölteni. Nagyon érdekes, visszatérve gyógyszerész csajra, aki
az egészséges féltékenység fogalmát nekem szegezte. Én azért nem hiszek benne, mert ha én jól érzem magam a bőrömben, én hiszek magamban, és rend van itt benn, itt is, meg itt is, akkor a másik, hogyha azt mondja, hogy elmegyek a barátnőimmel bulizni, érez jól magad szívem, és meg se kérdezem, hogy mikor jössz haza. Hát hazajön majd, ha úgy dönt. Én meg jól érzem, és nincsen, hogy SMS, mert... Tíz percig valaki nem válaszol. Hát ez biztos kefé, felhívom a barátomat. És persze ebbe a pasik is ludassak, vagy hogyha a pasi csinálja ezt a hölgyekkel, azért, mert egyszerűen hagyják magukat. És tudják, belegondolnak, nevetünk ezen, meg viccesen hangzik. De hogyha úgy ránéznek ilyenkor a két emberre, hogy a két ember belülről mennyire befeszül, és mennyire kivetkőzik az emberi vonásaiból, és mennyire megszűnik mindkét embernél a spontán mosoly megléte. Nincs mosoly, hanem befeszülés van. És közben meg olyan kevés az időnk. Azt azért mondom, hogy már 70 év, ez igyekel nem sok. Vagy amíg valaki potens, az 50 év, 20-tól 50-ig, 17-6-tól, attól függ, milyen szempontból potens, mert hát itt, ennek az egyensúlyának a megszerzése ezzel tart egy ideig. Egyik beszélő társamnak azt mondtam, hogy mennyire más lett volna az életem, hogyha a szüleim ezt nekem megtanították volna. És ő megkérdezte, hogy ezt meg lehet tanítani? Meg. Ott kezdődik a megtanítás, hogy hát most összefoglalva, hogy én békében vagyok magammal, és tudok mosolyogni akkor is, amikor egyedül vagyok. A gyerekek ezt megérzik, és ennek következtében, amit mondok nekik állításként, ugyanakkor tudom, hogy nem csak állítást mondok, hanem alternatívákat dobok fel, és mindig rábízva azt, hogy ő hogyan dönt. Mind a kettőnek van következmény, tehát vannak keretek, mert a gyerek, hogyha nincsenek keretek, akkor szabados viselkedésű lesz, de a szabados viselkedés nem egyenlő a biztonság megélésével. Mert feszíti erre, feszíti arra, és azt hiszi, hogy mindent lehet, miközben nem lehet mindent megtenni, csak ő ezt még nem tudja. Ezért sokszor sok irgalmatlan kudarcok várnak így a szabados kölyökre. Szabados viselkedésű kölyökre. És ennek következtében, hogy én jól vagyok, megfelelő alternatívákat tudok elé állítani, folyékonyan tudok neki beszélni mind a racionális, mind az emocionális krízisekről, elmagyarázni neki azt, hogy nem elég az, hogyha jól tanulsz, és ott szerzel egy pozitív jegyet, és ezáltal itt fejlődsz, és gyorsan tudsz válaszolni, amikor a tanító néni kérdez, nézzük az ilyen piciket, hanem az is fontos, hogy amikor elestél, hogy mondd el, hogy miért fáj. Vagy amikor visszaütött a Peti, te meghúztad-e a haját. És stb. És valójában ezzel a nagyon egyszerű kétirányú orientáltsággal úgy kezdenék el a gyerekeket tanítani, hogy mind a két helyen elkezdődne jelentkezni az önbizalom. Itt is. És
és akkor persze adott kornak megfelelő kommunikációs csatornák megnyitása fontos. Miközben mindez egy önmaguk élményével is meg tudják osztani. Átélt élményével, mert a hitelesség ott kezdődik. Miközben mindig a másikra bízzák azt, hogy hogy dönt. A másik meg fogja égetni persze a kezét, de eszébe fog jutni azt, hogy az anyu azt mondta, az apu azt mondta, és igaza volt neki. És megfontolandó az, amit mondott ebből a szempontból. És akkor eljutom majd egy korig, és amikor ott áll egy olyan jó kiállású sugárzó serdülő, aki egyrészt tudja azt, hogy biztonságban van, tudja azt, hogy érzelmi szempontból is van apja meg anyja, aki megtapasztalta, hogy az apjával és anyjával mély dolgokról is lehet beszélni, mivel az apa és anyja beszélget ezekről a dolgokról, és ennek következtében egyszer le lehet ülni és elmondani azt, hogy tudod, a féltékenység az azt jelenti, hogy a másik az mindig ki akar sajátítani, és azért akar kisajátítani, mert ő nem akarja beletenni a saját életébe mindazt az energiát, amit te eddig beletettél. És valójában le akar szívni téged. De nyugodtan, hogyha úgy gondolod, legyél vele. Csak nem biztos, hogy fel tudsz ránézni. Nem biztos, hogy tudod tisztelni, hogy ő stabil. Nem biztos, hogy számíthatsz rá. Sőt, ez egy bizonytalan láncem, de dönthetsz úgy is. Látja, nincs megmondva a másiknak, hogy mit csináljunk. Mind a kettő oda van adva neki, és majd ő eldönti. Na, tehát nekem sajnos, a szüleim nem tanítottak meg arra, nem mondták el, hogy a féltékenység miből fakad. Én jöttem rá a véres tapasztalatok árán, amikor szittam a hölgyeket, vagy egy adott hölgyet, vagy sokszor egy adott hölgyet, meg volt olyan is, hogy annyira sajnáltam magam, hogy merev részegre ittam magam. Szóval utána még hánytam is, szóval utána még fájt a szívem is, és még ki sem mondtam, hogy ezért én vagyok a felelős, tök jól éreztem magam, higgyék el. Miközben a többiek veregették, miközben én azt mondtam, könnyű neki ezt mondani, persze megint a felelősség elhárítás, könnyű neki ezt mondani, hogy majd az idő megoldja. Azonban, ha feltették volna azt, hogy te, figyelj, szemtanúja voltam annak, amikor így és így viselkedtél, miközben a másik ezt és ezt mondta. Te meg úgy viselkedtél, mint egy kölyök, bedugtad a fejedet a homokba. Hú. Belemászott a hiúságomba a kérdés, felkapom a fejemet, abba hagyom a bőgést, és mit is mondtál? Hogy is? És elkezdem használni, elkezdek emlékezni, és akkor azt mondom, tényleg. És akkor rögtön az önsajnálatnak vége. Én ezt mindig szoktam használni. Amikor sírnak, vörösödnek, hogy megcsalta, nem csalta. Szóval ezek, tudják, ezek a kérdések nagyon egyszerű, indítatásúak. Adott helyzetben mindig azt nézem a váratlan, gyorsan feltett kérdéssel, hogy a másik ember rendelkezik-e megfelelő bizalommal, vagy nem. Milyen gyorsan reagál adott helyzetben, vagy nem. Ezáltal, hogyha nincs önbizalma, akkor én tudom, hogy jelentkezni fog benne a féltékenység is. Csak jelenleg még nincs kivel szemben, hogy használja. Mert gyáva, hogy kialakítsa azt. De én tudom, hogy ott lesz benne. Tehát az érzelmi szempontból a fejletlenségnek az ára, az egyik oldalán a féltékenység jelentkezése és kialakulása. És csak ez az egyik következmény, urak, hölgyek. Csak az egyik.
amivel hiába találkoznak egy minőségi partnerrel, el fogják szúrni. A minőségi partner nem fog tudni önökre felnézni. Hiába mutatják a legszebb arcukat rövid ideig, be fognak bukni. Mert lesz olyan pillanat, amikor meg fogják önökön látni azt, hogy nem tudnak mosolyogni, hanem csak feszülni, meg savanyúnak lenni. Kockázatos ügy. Erősebbnek mutatni magukat, mint amilyenek. Legfőképpen párkapcsolatban. De hát a legtöbb ember persze ezek után is a fejét a homokba fogja dugni, erősebbnek fogja magát mutatni, és majd idővel, amikor kiderülnek róla a dolgok, nézzük az alternatívákat. Miért nem mondta le? Nem hittél bennem? Rögtön jön a kontra. Miért csak most mondod el? Hát tudod, jön a mentegetőzés. Miközben az egyik mentegetőzik, én ott vagyok szerelmessel, tegyük fel, és akkor tudják úgy ding, 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 harang. Mondom, hogy gondolkodom, hogyha ez a kezdet kezdetén ezt csinálja, mit fog csinálni majd később? És akkor mit csinál a legtöbb ember ennek a fontos információ felismerésével? Hát olyan édes aranyos mégis. Hát olyan kedves, olyan jó a dumálókája. Hát annyira biztonságban érzem magam vele. Hát tehát felszínre tört az egoizmus. Ezt a fontos infót úgy elnyomjuk, majd lesz valahogy, majd megoldjuk. Ezeket az embereket mostanában találtam ki egy ilyen újabb szó összetételt. Mindig agyalok. Hát akik adott érzelmi konfliktusnál a fejüket a földbe teszik, dugják, bocsánat, el tudják képzelni, ugye, hogy mi látható akkor az illetőből. Hát most megmutathatom önöknek, tudjuk. Ballag a nagybetűs élet, az emocionális konfliktusok terén, odaér egy felkínálkozó seghez. Testileg, lelkileg csak annyiszor, ahányszor akarja. Mert az illető ember hagyja magát. Mert számtalan jelzéseket kapnak, persze, hogy a féltékenység nem jó, hogy a másik szája egyre inkább keskenyedik, egyre rosszabbul érzi magukat, miközben önök próbálnak kisaját, stb. Ennek következtében nézzük az illető ember érzelmi szempontú nevét, vezetéknév, mivel a feje az lent van, a feje helyén meg valami más van, ezért a vezetéknevet úgy hívják, hogy seg, keresztnév meg a fej. És tudják, az érzelmi segfej azt szeretné, hogy felnézzenek rá, tiszteljék, hitelesként. Miről beszélnek önöket? Nem fogják önöket tisztelni hitelesként. Mert nem jár. Az SF-nek más jár. És persze, hogyha önök ilyenek, nem fogják egészen odáig elhinni,
hogy ezen érdemes változtatni mindaddig, amíg jó mélyre le nem süllyedtek. Mindaz az 52 éves hölgy, aki megkérdezte tőlem azt, hogy miért kellett ilyen sokat várni erre, hogy rájöjjön. Hát ez már egy másik téma, azt mondtam, tudja, kedves asszonyom, akiben a makacság ilyen szinten tombol, annak a tanuló pénze sok-sok év lesz. Sokkal több, mint hogyha nem lett volna ennyire kemény fejű. Ez van. Tehát, összefoglalva az egészet, higgyék el, nem bonyolult az egész. Azonban mindenképpen a féltékenység megszűnéséhez szükséges a bátorság, mert tegyük fel, rájövök arra, mert további konfliktus kezelések, rájövök arra, hogy a másik csak mutatja, hogy ő erős, azonban mit csináljak? Na, itt jön a bátorság. Hogyha tegyük fel, én tudom, hogy a féltékenység mögött kisajátítás és önzés van, és valójában nem én vagyok a fontos, hanem ő fontos önmagának. De tegyük fel azt is, hogy én adok neki sanszot, hogy ő megmutassa, hogy nem olyan. Hogy én nyugodt szívvel tudjak hozni egy olyan döntést, amikor lelkiismeret furdalás nélkül állok fel. Az meg így hangzik. Figyelj ide, édes szívem. Az a helyzet, hogy ez nekem rossz. Ez nekem nem jó. Én bízom benned, nem kérdezem meg, hogy hova mész, mikor mész, kivel, és hogyha te ezt nem teszed, semmi gond. Csak nekem nem egy kölyökre, egy gyerekre van szükségem. De akkor ez azt is jelenti, hogy erősebbnek mutattad magad, mint amilyen vagy. Akkor mit keresek én itt veled? Mert tudod, szívem, az, hogy van egy küllem, az nekem kevés. De ez elhangozhat már rögtön a legelején, mert az, hogy kisajátít, hogy erőszakos, az elejétől lehet látni. Hova megyünk? Milyen programokat fogunk csinálni? Hogy megszólalhatok-e mellette, észrevesz-e. Ezért van az, hogy csinos volt, szép volt, ügyes volt, okos volt, és irgalmatlanul féltékeny. Nem is értem. Tehát lefektetem a kereteket, hogy nézd, hogyha ezt tovább csinálod, semmi gond. Ezért fontos az, hogyha önök akármilyen következményhálózatot fektetnek le, fontolják azt meg, hogy ezt ne indulatból tegyék, hanem nyugodtan. Sokkal fontosabb. Mert nyugodtan kiejtek valamit a számon, hogy nekem ez nem jó. Fáj. Nem ilyennek ismertelek meg. Lehet, hogy nem vettem észre. Mert tételezzük ezt is. Nem vettem észre. Ez az én sorom. De hogyha ez tovább így folytatódik, én nem szeretnék veled lenni. A másik megijed, de én tudom azt, hogy ő meg fog ijedni. Tudom azt, hogy bizonytalan létére nekem akar megfelelni. Tudom azt is, hogy ez ideig óráig tart, és csak egy hónapig kell türelmesnek legyek, és újra meg fog mutatkozni, hogy milyen valójában, és ezt nem mondom még egyszer, és akkor meg leülök, és azt mondom, hogy szívem, emlékszel két hónappal ezelőtt, mit mondtam? Te nem változtál meg. Szia! Mit kell túlspirázni dolgokat?
átadták egymásnak mindezt, ami miatt találkoztak egymással, és vége. És akkor eljönnek majd arra, hogy ahelyett, hogy a féltékenykedéssel mindig a másik szemébe keresnék a szálkát, megfontolandó lenne megkeresni a gerendát önmaguk szemébe. És akkor a gerendát kivenni. Például. És sokkal kevesebb energiába kerül, mint amikor féltékenykednek. Hát, hogy maradjanak gyereknek, önző gyereknek, egy felnőtt testben, szívükön. Csak ezt sokszor mondtam már, az ilyeneknek nem jár, a felnőtteknek kijáró boldogság sem. És belső nyugalom sem. És belső béke sem. Csak a görcsölés. Meg a keserűség. Meg a jaj veszékelés. Rinya. Szívüköve. Hát urak, hölgyek, mit fűzek a féltékenységhez? Ez nagyon kis szelet volt ahhoz képest, hogy mennyi mindenre van kihatással. De valójában megint annak a következménye mindazoknak a konfliktus kezelési modellje, akik nem mernek felnőni. Mert nem mernek felelősséget vállalni ezért. És változtatni sem rajta.